Több mint 1,5 millió forint gyűlt össze azon a jótékonysági labdarúgó tornán, amit a tavaly 21 éves korában elhunyt rendőr törzsőrmester Mátyás Balázs emlékére rendeztek. Szülei alapítványt hoztak létre, amellyel a hozzájuk hasonló tragédiát átélt családoknak szeretnének segíteni. Az édesapa szerint nem csak anyagilag, hanem hogyha kell, akkor személyesen is próbálnak erőt adni mindenkinek. Ezek a felvételek tavaly készültek egy autóbaleset helyszínén. Egy újpesti kereszteződésben összeütközött két rendőrautó. A 21 éves Mátyás Balázs törzsőrmester társával éppen kollégái segítségére sietett. Az ütközés erejétől azonban kizuhant a járműből, és a helyszínen meghalt. Szombaton egy labdarúgó tornával emlékeztek Mátyás Balázsra. Az újpesti sportpályán 16 csapat mérkőzött meg egymással. Fiatalon elhunyt társukért, kollégájukért játszottak. Nem tudom, hogy mi látszik rajtam, mellettem itt van. Itt van a szívembe, itt a fényképe, erőt ad. Meg ez a rengeteg ember, a barátok, akik itt vannak. Rendőrök, tűzoltók, polgárőrök és határon túli kollégák is részt vettek a tornán, összesen több százan. Nem is kellett telefonálni, elég volt egy e-mailes előzetes meghívót megküldeni, és már jöttek vissza a válasz e-mailek, és mindenki jött. Most kicsit furán hangzik egy ilyen eseményre emlékezve, de mindenki örömmel jön, hiszen ugye nem... Tehát a örömteli percekre és a Balázs példamutató magatartására és személyére emlékezünk. A résztvevők nevezési díj helyett az elhunyt rendőr szülei által létrehozott alapítványt támogatták. A bevételből a balesetet szenvedett kollégáikon, illetve a családtagokon segítenének. Elsősorban nem csak anyagilag szeretnénk segíteni, hanem ha valaki igényli kimenni a tragédiát átélt családhoz, és elmondani neki, hogy igenis ne adja föl, hanem menjen tovább. Mert fentről látnak minket, és nem szabad soha feladni. Az emléktornán részt vett Kövér László házelnök is, aki 1 millió forintot ajánlott fel az országgyűlés nevében az alapítvány részére. Az együttérzést, a szolidaritást, az egymás melletti kiállást jelenti a rendőr kollégák részéről, és megtiszteltek azzal bennünket, országgyűlési képviselőket, hogy egy csapattal nyissuk meg ezt a rendkívül szívmelengető tornát, és így jól is éreztük magunkat, és úgy éreztük, hogy amit csináltunk, az nem pusztán a magunk szórakoztatására szolgált. A szervezők azt remélik, hogy sikerül hagyományt teremteni ezzel a tornával, így másoknak is segíthetnek az őket ért veszteség feldolgozásában.